A Polyafest vajdasági szintű agrárrendezvény, amelyen évről évre egyre több mezőgép, vetőmag és vegyszerforgalmazó, de állattenyésztési felszereléseket áruló cég is bemutatkozik. A rendezvény nem kizárólag a kereskedelemről szól, így augusztus 24-én a fiatal földműveseknek szánt szaktanácskozással indul majd a rendezvény. A Polyafestet támogatja a tartományi kormány a mezőgazdasági titkárságon keresztül, mert a szervezők egy innovatív rendezvényprogramot kínáltak fel. Vitafórumon tárgyaljuk meg mindazokat a köztársasági és tartományi szintű támogatásokat, amelyekkel a legfeljebb 40 éves földművesek élhetnek. Fejlesztéseikkel ők lendíthetik előre mezőgazdaságunkat. Az új műszaki tudományos eredmények alkalmazása tőlük függ. Azért népszerűsítjük a fiatalok körében a mezőgazdaságot, hogy falun maradjanak és jó gazda váljon belőlük. A szombatot augusztus 25-ét az állattenyésztésnek szenteljük, amikor is a fejlesztési tervekről és azok megvalósítási lehetőségeiről beszélgetünk. De tenyészállat és házi kedvenc kiállítást is szervezünk. Vasárnap pedig traktorvezetési versenyen próbálhatják ki ügyességüket a látogatók. Deán Zórics, a törökbecsei Polyafest fő védnöke, az Agrotech cégnek a képviselője elmondta, hogy idén minden eddiginél több kiállítóra és látogatóra számítanak. A szakelőadások mellett interaktív szántóföldi mezőgép bemutatókat és műbikás ródióversenyt is szerveznek, amelyen a főnyeremény kétvasú eke és mobiltelefon lesz.